Atya, Jézus Krisztus! Áldás békesség! Dicsőség Jézus Krisztusnak! Szeretettel üdvözlök mindenkit karácsonyi ünnepi műsorunkon. Isten hozott minden kedves vendéget, szülőt, nagyszülőt, rokont, barátot, ismerőst és érdeklődőt. Felkérem Gábor Bertalan esperes urat, iskolánk lelki igazgatóját, tartsa meg köszöntőjét! Kedves jó szülők, kedves gyerekek, kedves megjelentek! Szokatlan, hogy a pap szóljon előni, legelőször fordítva szokott lenni a végén, de el kell mennem. A papnak a kötelessége, hogy örüljön az örvendezőkkel, karácsonyra készülünk, Urunk Jézus Krisztus születésének ünnepére. Örülök annak, hogy átérezzük a születésnek, az életnek a miben létét. Örülök annak, hogy a kedves szülők ráéreztek az életünknek a fontosságára. Hogy az anyanyelvünk, a kultúránk itt, ezen a helyen, rajtunk keresztül éljen. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg, őrizzen, védjen, vigasztaljon, és segítsen meg titeket és mindnyájunkat az élet védelmében a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Köszönöm megértését. Most pedig megkérném Nagy István urat, iskolaközpontunk igazgatóját, tartsa meg mindenki beszédét. Kedves jelenlévők, engedjék meg, hogy az iskola vezetősége, tanárai és diákai nevében nagy szeretettel köszöntsem Önöket ünnepi karácsonyi műsorunkon. Ünnepben jöttünk. Az adventi várakozás meghitté teszi a mai napot is, mert egyre közelebb kerülünk Jézus születésének évfordulójához. Pár héttel ezelőtt tantestületünk pedagógusai lelki gyakorlaton vettek részt, ahol nekem is volt lehetőségem mélyen elgondolkodni. Ráébredtem, milyen kegyelemben van részünk. Szeretném Önökkel megosztani gondolataimat, mert úgy érzem, tanulságosak. 3 évvel ezelőtt iskola alapításunk elején mindenki úgy érezte, milyen szép, jó, nagyszerű lesz minden. Önzetlen hozzájárulásról, segítségről, összefogásról beszéltünk. Úgy gondoltuk, egyszerűbb lesz. Aztán hirtelen átalakult minden. Megváltoztak a körülmények és a feltételek. Egyre több lett a probléma. Jöttek a kihívások. Voltak olyanok, akik már az első akadálynál meghátráltak. A kicsinyítőek, az ideálisnak éppen nem mondható helyzet láttán arrébb álltak. Új, könnyebb utat kerestek. Meg is találták, mert a mai világban ebből van bőven. Az erősítőek azok, akik máig kitartanak. Akik komolyan gondolták mindazt, amire meghívást kaptunk Teremtőnktől. Ma itt, a hagyományosan minden esztendőben megható karácsonyi műsorunkon emlékezzünk arra, hogy Jézus sem csillogó palotában, hanem egy istállóban született. Jászolban ringatták, mégis a világ megváltója. Az örök igazság a szeretet pásztora lett. Mi pedig sokszor abban kételkedünk, jó-e, amit teszünk. Nyilvánvaló, hogy nem túl könnyű a helyzetünk, de nem ez a fontos. Örömmel tölt el, hogy a lényeget elegen megértettük. Az üzenet, amit kaptunk, létünk alapja. Szülőként, tanárként, lelkivezetőként és emberként is tovább kell adnunk gyermekeinknek. Ami a legfontosabb, tegyük ezt minél hitelesebben. A szeretet üzenetét, amit 2 évezrede kaptunk, máig nem kezdte ki az időfoga. Továbbadni ezt az üzenetet, ez a mi fő felelősségünk. A többi földi dolog. Kívánom, hogy ebben az isteni hitben,
a karácsony békés üzenetében, megváltunk szeretetteljes lényegében találjunk otthonra minden nap. Bízzunk a Teremtőben. Tegyünk meg mindent tőlünk telhetőt, hogy előrébb jussunk. Mindenek előtt pedig adjunk hálát mindazért, amit kaptunk, amit közösen átélhetünk. Fogadják szeretettel gyermekeink karácsonyi ünnepi műsorát. Áldott karácsonyt, szeretetteljes, békés új esztendőt kívánok mindenkinek! Thank you.
örömmel. Betlehem mezején pásztorok valának, kedvükből daloltak, őrizték anyáját. Ángyal hozott üzenetet, én bizony felkelekedek, megkeresem Betlehemet, Betlehembe készedek. Üveszkézzel nem mehetünk, évig ajándékot vinnünk. Ha
tudok hozzáfogható, fenékig befagyott a patak, a verebek megmerevedve hullottak le a fáról. A háztetőkről olyan vastag jégcsapok meredeztek, hogy kővel is alig tudtuk őket lehaigálni. Akkora hó volt, hogy alig látszottunk ki belőle. Jaj, Janko! Már kezem, lábam elfagyott! Lássunk tovább! Hisz akkora lett a hóbarlang, hogy a medvék királya is ellakhatta benne. Bizonyos töltetem, amíg hogy elben a hóbarlangában karácsonyoznak. Gyurka!
lesznek a lelkeidek. Hiába szeretnél felmelegíteni arannyal, ezüsttel. Még a kajha melege sem tudja elolvasztani a jeget a lelkéből. Most már térjünk nyugalomra, elszeletek időt. Vágjátok ki kertem minden ékességét!
édesre leszre, a király létszíve hármatot eresztve. Szemében budjan ki szívének hármatja, szökháját a lánynak végig simogatja. Ne félj a babádat, ruhátlan nem hagyom, bíbor köntösödet feldaraboltatom. Bársor rokonyája, sejem főkötője, lesz ezüst kötője, arany cipelője. Ácsi, mégis csak jó bácsi vagy te, király bácsi. Örömében ugrál a tapsikon a nevetet, s didergőt kiváltat, nyomban belegelett. A tükörtáblákon sárok rágyított álváros álvákról itt összekurjantottak. Olyan meleg van itt, hogy sok egymagamnak. Juttakok belőle, ám fázik
kisel át. Közökön, zigzug utcákon bujkáltunk kifelé, hogy ne találkozzunk a bíró fiaival. Fújt a szél, kenyetlen, sodorta a tetőnkről a havat, de mi nem törődtünk vele, csak arra gondoltunk, milyen jó a számítóban ülni. Jaj, Istenem, de jó! Az utolsó ház a Kati néné volt, az öreg koldus asszonyi, rögyök kis számas kunyhó, se udvara, se kerítése, most csupa hó és jég csak, csupa dél még az ajtó kilincse is.
Együttműködő Szülői Szövetség és az itt megjelent szülők nevében szeretném megköszönni a felkészítő óvónéni, Bogány Éva, Lukács Katalin, Dobos Beáta és a felkészítő tanárok Nagy Éva, Bányász Ivet, Szaniszló Mária, Nagy Imre áldozatos munkáját. Köszönet nektek gyerekek ezért a gyönyörű műsorért. Ismét nagyon ügyesek voltatok, és nagyon bátrak, mert sokszor ehhez bátorság kell, hogy ide kiálljatok, és ilyen sok jót és szépet kapunk az életeket. Nekünk a Jóistentől ti vagytok igazán a legszebb. Egy nagyon fontos üzenetet tanultunk ma tőletek. Legnagyobb öröm az életben nem a gazdagságból származik, de abból, hogy észrevegyük azokat, akiknek szükségünk van segítségünkre, mosolyunkra, megértésünkre, szeretetünkre. Jó érzés látni a karácsonyfára ezt a sok ajándékot. Köszönetet szeretnék ezért mondani azoknak a szülőknek, gyerekeknek, akik fontosnak tartották, hogy egy cipődobogni ajándékkal nem csak családaikban ajándékozzák meg egymást, de más gyerekeknek is mosoly és örömet varázsoljanak arcukra. Vendégeik jöttek Miskolcról, és meg szeretném kérni, hogy jöjjönek be hozzánk a színpadra, és mondják el, hogy valójában ezek az ajándékok nekik készültek, hogy szeretettel várjuk őket a színpadra, és mondjanak egy pár szót. Tisztelettel és szeretettel köszöntök én is mindenkit, akik itt megjelentek. Különösen a gyerekeket, akikről ez a ma este úgy gondolomban szól, és azokról a szülőkről, akik itt most eljöttek, és gyerekekkel felben engedték mindenkinek a szívét. A Szent Zotikos Gyermekvédelmi Intézmény olyan gyermekeknek ad otthont, akiknek a szüleik nagyon hátrányos helyzetben vannak, vagy nincsenek szüleik és árvák. Ez egy bentlakásos intézmény, 11 lakás otthonunk van, és nagyon sok nevelőszülőnk. 800 gyereket nevelünk ebben az intézményben. Én úgy gondolom, hogy ezek a gyönyörű szépen becsomagolt ajándékok, ezek jó helyre fognak kerülni, de fényképeket is fogunk volna készíteni, hogy a szülők azok tudják, és lássák, hogy jó helyre kerültek ezek az ajándékok. Nagyon-nagyon szépen köszönjük a kedvességüket, és nagyon szépen köszönjük azt, hogy gondoltak ránk is. Mindenkinek kellemes karácsony ünnepeket, és nagyon boldog új esztendőt kívánok Istenet!